Nézd minket! Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV Gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak. Pénzügyekkel folytatjuk a startot, ugyanis közeledik az az időpont, amikor már nem csak hálával adózhatunk, hanem konkrétan is. Itt van Kis Péter, a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánok, kezdet csokolom! Mi ez a határidő? Május 21-e. Egyébként törvény szerint mindig május 20-a, és idén most ez pünkös hétfőre esik, tehát az munkaszüneti nap, ilyenkor mindig a következő munkanapon jár le, tehát május 21-én éjfélkor fog lejárni a határidő. Az eszébevallási tervezetek átnézésére, kiegészítésére és az 1+1%-os rendelkezésekre, de nagyon szépen kérek mindenkit, hogyha esetleg látja ezt a beszélgetést, ne hagyják az utolsó pillanatra. A patopáló szindróma Magyarországon működik, tehát mindenki szereti az utolsó percekre, éjfélre akár hagyni, nem érdemes. Nyugodtan neki lehet kezdeni, ügyfélszolgálataink tovább tartanak nyitva, 18-19-es NAV-infóvonal is egyébként most hosszított nyitva tartással fogadja. Már most is, az utolsó napon is. Tehát ha valaki mondjuk a beszélgetésünket most látja, és utána este megnézi, ne adj Isten, van egy kérdése, nem találja meg a NAV honlapján a megoldást, nyugodtan lehet telefonálni. Holnap is, hétfőn is meg lehet oldani, ne az utolsó napra hagyja senki. Én elektronikusan szoktam bevallani, illetve a NAV készíti el, és számomra ez tényleg kedvező, nem puncsolni akarok. Szóval általában... Pedig jól esik nyugodtan. Szóval átnézem, és 2-3 gombnyomással beküldöm az adóbevallásomat, és nem volt ebből soha probléma. Milyen arányban választják az adózók az elektronikus bevallást? 5,5 millió ügyfélkapu van rendelkező ügyfél van most Magyarországon a NAV-nak a adatbázisa szerint, és 5,6 millió bevallási tervezetet készítettünk idén. 2010-ben nagyjából 4 millió ember saját magának csinálta a bevallását, tehát most már azt lehet mondani, hogy 5,6 milliónak embernek nevettük a vállaló a terhet, és már majdnem annyian vannak, akik mindenki tudja online elektronikusan intézni a adóbevallását. 100 000-en kérték most a postázást, tehát összeadjuk az 5 és felett, meg a 100 000-et, akkor a matek nem hazudik, tehát 5,6 pont kijön. Egy-két év szerintem lefedjük azt az egész kört, aki a bevallással érintett lehet. Innentől kezdve otthonról mindenki bármilyen okos eszközről, számítógépről, ahogy ön is mondta, egy-két kattintással elintézhető a bevallási tervezet, kiegészíthető, készítettünk is segítő videókat, és ahol megmutatjuk, hogyan kell a rendszert használni, ha mondjuk valakinek volt egy ingatlan eladása. 5 éven belül vette, többért adta el, mint amennyiért vette, van egy kis részletszabály, és ezeket beírja, be van építve az új rendszerünkbe az ingatlan kalkulátor, ami kiszámolja a jövedelmet és az adót is, és már önmagába be is szerkeszti a bevallási tervezetbe, tehát egy ingatlan eladásnak a bevallása nagyjából 2 percet vesz igénybe. Na, én vagyok a másik oldal, aki mindig úgy tekint magára, mint aki be van oltva minden ilyen ellen, és kifejezetten tartok tőle, hogyha nekem ilyesmivel kell foglalkozni, úgyhogy nekem is nyilván elküldik, csak én akkor mindig mondom a könyvelőnek, hogy oké, ott van, kérlek szépen nézd el, de ezek szerint bele lehet tanulni úgy is, hogy ahogy a Feri mondta, hogy az emberek amúgy nincs ilyen irányú végzettsége, meg akár affinitása sem. Főleg úgy, hogy a NAV előre dolgozik. Tehát ha valaki mondjuk egy munkahelyen van, évközben igénybe veszi a kedvezményeit, ezekről mind évközben havi fizetési adatokról eljön a NAV-hoz az adat. Ezeket mi összeadjuk januártól decemberig, elég bonyolult megoldás azért ennyi embernél és ennyi adattal dolgoznunk, de összességében kijön egy egyenlet, és ezt mi kell megmutatjuk, egy tükröt mutatunk az elmúlt évről, és igazából, hogyha minden évközben jól történt a munkáltató, és jó bérszám fejtett az M30-as igazolás stimmel a tervezettel, akkor gond nélkül rákattintható az elfogadás gombra, és meg is vagyunk. Tehát nem kell hozzá egyébként annyira könyvelő. Ha vannak egyéb más kedvezmények, mondjuk egy családi kedvezmény, ahol megosztják, egy kicsit bonyolultabb a dolog, ehhez is vannak fönt egyébként a NAV-nak a honlapján segítségek, akár példákkal illusztrálva, illetve még egyszer mondom, ügyfélszolgálatunk is, és a telefonszáma 18-19-en is hívható, kollégáink állnak mindenkinek az éves rendelkezésére. Akkor térjünk át az 1+1%-ok felajánlására, mert ennek is a 21-e a határideje. Hogy alakulnak Magyarországon ezek a felajánlások? Minden évben azt szoktam mondani, és most van egy kis kiugrás, minden évben nagyjából azt látjuk, hogy az emberek fele, minden második ember látja azt fontosnak, hogy felajánlja a saját adójának 1+1%-át. Ezt megjegyzem, hogy ez nem plusz pénz, tehát nem a áruház parkolójába jönnek oda hozzánk még kérni esetleg 5-600 forintokat, hanem amit évközben megdolgoztam, leadóztam, annak a 2%-áról rendelkezhetek. 1997 óta lehet 1%-ról, és 98 óta a másik 1%-ról, tehát több mint 20 éves ez az intézmény már. Szerintem mindenki hallott róla életében legalább egyszer, és tavaly volt egy kiugrás. Majdnem 31 milliárd forint összegről
rendelkeztek az adózók összesen. Ez 7 milliárd forinttal több, mint a korábbi, a 2022-es felajánlás, és 500 000 több rendelkező nyilatkozat jött be a NAV-hoz, mint a korábbi évben. Tehát volt egy megugrás, reméljük idén is meg lesz a NAV-nak az a feladata, hogy tájékoztasson és a lehetőséget megteremtse. Lehet online, lehet papíron, be lehet hozni hozzánk személyesen, fel lehet adni postán, tehát a lehetőségek tárháza szinte határtalan. Ha valaki akar, akkor tud rendelkezni. Viszont a civil szervezeteknek, a vallási közösségeknek és a Nemzeti Tehetségprogramnak, aki fogadja az 1%-ot, nekik kell igazából kampányolni, nekik kell megmutatni saját magukat az embereknek, hogy mivel foglalkoznak. Abba maradtunk, hogy nyilván konkrét szervezetnevet nem mondunk, de mik a legnépszerűbb témakörök, amire szeretünk felajánlani? A gondoskodás egyértelmű, tehát beteg gyermekek sajnos, vagy idős embereknek az utolsó végnapjait megsegítő alapítványok általában, akik, vagy állatmenhelyek, akik a legtöbbet kapják, ők a általában top 3. A NAV-nak a honlapján egyébként megtalálható egészen 2003-ig visszamenőlegesen minden felajánlott szervezetnek, hogy mennyit kapott és mennyi felajánlás érkezett. Ezt mi közzé tesszük mindig szeptember 15-én, tehát ez sem titok. Ha valaki kíváncsi rá, nyugodtan fel, mert van egy hatalmas Excel táblázat, és lehet is szűrni akár megyénként, akár összegenként, tehát sorba lehet tenni, hogy ki mennyit kapott. Van egy jelentős különbség a 2-1% között, az egyiket, ha egyszer felajánljuk, akkor ameddig nem változtatunk, az automatikusan megy, a másik rubrika az nem pont ilyen, ezt kifejteni részletesen. Mivel 2-1%-ról beszélünk, van az adószámosok, ezt így szoktam mondani, azok a civil szervezetek, nekik minden évben külön-külön meg kell tenni a felajánlást, ott nincs semmiféle automatizmus, minden évben eldöntöm, hogy kire szeretném felajánlani, egyesület, alapítvány, múzeumok, levéltár például, tehát ez is benne van, elég nagy a lista. A NAV-nak a honlapján megtalálhatók egyébként azok, akikre érvényesen lehet felajánlást tenni. A másik 1% pedig a technikai számosok körébe tartozik, ők a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram. Na ez a kör viszont már egy automatizmussal működik. Ha valaki tavaly választott egy egyházat vagy a Nemzeti Tehetségprogramot, és idén ezt nem változtatja meg, nem választ egy másikat, vagy nem vonja vissza a tavalyi rendelkezését, akkor a NAV automatikusan annak a körnek, tehát a technikai számos körnek automatikusan oda fogja kiutalni, akire tavaly tették a rendelkezést, a civileknél minden évben meg kell tenni. Az állami kiegészítés hogy működik? Nem összegszerűségemben, hanem technológiájában. A technikai számos körnél, tehát a vallási közösségnél, vagy a Nemzeti Tehetségprogramnál van egy állami kiegészítés. Ha valaki mondjuk annyi kedvezménye van, családi kedvezmény, személyi kedvezmény, még első házas is, akár még 30 év alatti édesanyja, tehát annyi kedvezmény van, hogy a végén nem kell adót fizetnie, viszont akkor is érdemes megtenni a rendelkezést, ugyanis a egyházakra, tehát a vallási közösség Nemzeti Tehetségprogramra való állami kiegészítés, az nem a felajánlott összegek nagysága szerint működik, hanem a felajánlások számához igazítja az állam. Mi történik akkor, ha elmulasztjuk a május 21-ét az adóbevallással és az 1+1%-ok felajánlásával? A bevalláson igazából nem lehet nagyon mellélőni. A rendszer úgy működik, hogyha valaki még csak nem is nézi meg a bevallási tervezetét, abból akkor is bevallás lesz május 21-én. Van egy kör egyéni vállalkozó, őstermelő, áfás magánszemélyek, akiknek is csináltunk egyébként tervezetet, de abból nem lesz automatikusan bevallás, nekik muszáj vagy megnyitni, vagy egy saját bevallást készíteni, beküldeni a NAV-hoz. Mindenki másnak, a munkavállalóknak, akik bérből, fizetésből élnek, nekik, ha nem is néznek rá, akkor is abból bevallás lesz. Viszont ha 1%-ról meg átérünk, és ha valaki arról nem rendelkezik, akkor az bemarad a költségvetésben, akkor ő már abból lecsúszott. És akkor itt mondjuk el a mi drága nézőinknek, hogy nagyon-nagyon megköszönjük, hogyha az 1%-ok felajánlásánál ránk is gondolnak, és az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak ajánlják fel ezt a bizonyos 1%-ot, amiről eddig is beszéltünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a beszélgetést.